Na csácsú, hogy csöltészt a szavaztok gyerekek, üdv a csatornám. Hú, aprilancba elfelejtettem valamit. Na csá, sziasztok, végre itt vagyok. Igen, tudom, nagyon-nagyon rég volt videó, és nem hagytam abba az 1 milliárd euró kihívásos videó sorozatot, úgyhogy nem fogom törölni a csatornát, mert folytatódni fog. Kicsit így el vagyok így a kis világomba, Diablo 2 retro gameplayt, nem gameplayt csinálok, hanem játszom bele csak, megszerelem a Matisse-t. Igazából képzeljétek, hogy még én is meglepődtem rajta, de összeraktam a motorját, és működik a Matisse. Majd lesz róla videó, mert egy csomó minden történik. Sanyika, menj innen, pont ide kell jönnöd, az állványt próbálja itten fellökni. Na, de ne is erről szóljon ez a videó. Egyébként a videó végén majd beszélek erről arról, hogyha esetleg kíváncsi vagy a csatornáról, meg hogy mik lesznek rajt, meg hogy mikor lesz már a videó, akkor a végén majd megtalálod, de megszokhattátok, hogy így szoktam csinálni így az életem egyes aspektusairól különböző ilyen videókat, és kaptam egy ajcsit, egy ajándékot, amit szeretnék így megmutatni nektek. Egyébként régebben nézegettem én ezt a jellegű ajándéktípust, ami így a külföldön már eléggé elterjedt volt, de most már Magyarországon is lehet ilyet venni. A lényeg az, hogy lehet úgynevezett mystery boxot venni ajándékba, vagy pedig saját magadnak is akár, hogyha neked ez tetszik. Egyébként az oldalnak a linkjét, ahol ilyet lehet venni Magyarországon, lerakom a leírásba. Ja, és egyébként úgy működik ez a dolog, hogy egy ilyen doboz, ami nekem is van, ez 10.000 forint az oldalon, és random cuccok vannak benne válogatva. Legalábbis úgy random, hogy te fogalmad sincs, hogy mi van benne. Gondolom, aki összeválogatta, az nem random szórta bele. Na, de nézzük meg, hogy mi van benne. Egyébként rohadtul érdekel. Ebben az lehet a legérdekesebb, amikor egy ilyen házi buliba odadod valakinek, és akkor bonts ki, és mi van benne? Hát én fogalmam sincs, és akkor így el lehet röhögni azokat a cuccokon, amik lehet, hogy nem olyan hasznosak, vagy hasznosak, vagy igazából ő neki nem hasznosak, de egy másik embernek hasznos, és akkor így elkugyizzák tőle, hogy oda nekem, én mindig ilyet akartam. Na, de vágjunk bele, aztán nézzük meg, hogy mi is van ebben a csomagban. Remélem, jól látszik a doboz. Ilyen ceruzával így felhasítom a... A mocsita. Ezt a bigyát, gyerekek. Kíváncsi vagyok, mi van benne. Egyébként egy ilyen ruhaszárogatóra raktam a dobozt, mert ez volt pont olyan magas, hogy itt látni lehet. A dobozt lehet látni. Úristen, nem akarok belnézni, hanem úgy akarom kihúzni ezeket a dolgokat. Próbáljuk meg kitalálni. Egyébként majd remélem, hogy meg tudok mindent mutatni, remélem fény jó, így ablakba beraktam magam, meg minden, remélem kamera is, hogy úristen. Mik vannak ebben, basz? Kicsit belenéztem, de nem láttam igazából. Azt a betyám, mi a fasz? Van itt egy doboz, nem hiszel el? Nagyon izgulok. Ne! Ne! Ez nagyon jó! Ez nagyon jó! Ez vágod! Ez az a izé! Baze, hát ez nagyon király! Ez az a ilyen izéfény, ilyen diszkófény, ilyen ledfény, ha tudod, így ki tudod rakni szobába, van távirányítója is, és ilyen RGB, hallod, ez nem hiszed el. Ez nagyon nagy, ezt ki kell próbálni, gyerekek, ezekről lehet, hogy majd csinálok egy videót az ilyen elektromos dolgokról. Nem mondod, ez nagyon adja, várjál, mi van itt? Nem a... Hát ezt ki kell próbálnunk, gyerekek, várjál, elhúzom a függőt. Nem bírom ki, hogy ne próbáljam ki. Mindjárt várjál már. Nem tudom mennyire látni. És mozog. Az a baj, hogy ugye most nem tudok elsötétíteni, mert akkor nem láttok, de... Ez megőrülsz. Ott a Sanyi egyébként, nem tudom mennyire látni, de... Hát ez nagyon király! Ilyen távirányító van hozzá, nem tudom mennyire látni. Menj a francba, nagyon az! Gyerekek, ez nagyon király, he!
Visszahúzom egy kicsit az ablak, vagy függönyt, hogy lássunk valamit. Nagyon durva, nagyon jó cucc, hallod? Off. És full távirányítók is tudod kapcsolni. Meg be is, megőrülsz. Nagyon fullos. Nem, most nem azért, ez nagyon király már. Júj, bazd, ne mondod. Mik ezek? Dobozok, hallod? Mik ezek? Azt a betyár, mi az állat? Sunflower Red Light. Sunflower LED ra. LED, LED Light. Nem már, bazd, megőrülök. Ez is hasonló. Ez ilyen, nem mondod, basszus. Ez is ilyen többféle színbe, meg mindenféle ilyen alakzatba világít, megőrülök. És ez is ilyen tök jó, mert és kábeles, utálom, ami elemes. Csomó LED van körbe, meg mindenhol rajt. Ennyi, hú, ez nagyon kicsit. Á, ilyen kütyüket. Nem bírom, megint doboz, bazd, doboz. Mi ez? Ez micsoda? Ez ilyen izé, olyan kulcstartó, hallod? Olyan kulcstartó, hogy nem csak kulcstartó, hanem kutyára is tudod rakni, ilyen nyakörvre, és akkor meg tudod nézni GPS-en, hogy hol van. Ilyen nyomkövető. Hát ezt lehet használni ilyen izére is, nem? Az azt mondják, berakod a izébe, táskájába becsúsztatod, aztán megnézed, hogy hova ment, a Tesco-ba vagy nem a Tesco-ba. Ja, ja. De ez is nagyon, ez nagyon komoly cucc, hallod? Ez nagyon jó. Nem is tudtam, hogy van ilyen. De ez nagyon ász, hallod? Nem szabad belenézni. Nem viccelj. Tegyünk ilyen vacskósat ki. Milyen van a vacskó? Hú, hát ezt nem kis tudom menni. Ti már lehet, hogy látjátok. Várjál, hoppá, kettőt vettem. Hú, ezek tetoválások, gyerekek! Ez nagyon komoly. Hát ez lehet, hogy nem rakom föl, de egyébként ezt úgy képzeld egy házi buliba. Gyerekek! Mindenki be van rúgva, azt tényleg egymásra nyomják a tetoválásokat. Ez nagyon állat, ilyen love, meg minden. Vagy ilyen matrica, de ez igazából ilyen tetoválás, ilyen henna mintaszerű, tudod? Nagyon adja. Nagyon jó cuccok, fasze! Na ezt most már kivettem eddig, nem mondod? Hát ez meg mi az, mi ez? Ez egy olyan pen, hogy elvileg tud, van benne lámpa, ugye lehet vele írni, meg van csavarhúzó fej hozzá, lehet vele sipolni, ablakbetörésre, sörbontás, a legjobb funkció. Ez nagyon adja, bazza, mi a franc? Hát ezek szép nagy dobozban van, oda nézzél. Várjál, de ez szerintem fém. Várjál, ezt meg kell néznem. Megőrülsz. Tegnap romlott a flexem, az biztos nem lesz benne. Ez nagyon masszív cucc, öcsém. Hallod, ilyen nagyon összetett. Mi a franc? Ja, itt a toll része. De ilyen vas az egész, hallod? Nem tudom mennyire látni, remélem látni. Szerintem ebben, igen, ebben is lehet, hogy az elemet nincs aktiválva. Hát ez egy ilyen nagyon összetett. Elvileg ide is. Csavarhúzó. Ennek az alja, itt kellene lenni csavarhúzónak, vagy miattok. Nem, itt a, ja, ez a lámpa. Itt szét lehet szedni, részegységenként, és úgy vannak a különböző dolgok. Dolgok ott vannak benne. És itt szétszedem, itt a toll része, igen. Hát arra sem tudja, hogy hol van még valamilyen. Az a lényeg, hogy ilyen Survivor toll. Ilyen mindent is, jöppá. Ezt is lehet, ez mi az? Ez az ablakbetörő.
Ez nagyon komoly cucc, gyere. Nagyon durva jó cuccok vannak benne. Én eddig az összesnek, a jó, tehát tetoválás, az, de hát ez is egy buliban nagyon jó lehet. Nem, ez nem hiszem el. Ez is nagyon jó cucc lesz. Ez ilyen aroma, szerintem ilyen párologtató. Ez ilyen párologtatós lámpa. Kibontom, jó? Nem, bocs. Halljátok, erről csináljunk egy külön videót egy minden egyiről, vagy egy ilyen összefoglalóban. Ez ilyen ultraigényes, azt a betyár. Figyelj, úgy néz ki, mint ez a napfülnek van az a akármilyen. Ja igen, ez be kell dugni. És ez ilyen valami párologtató cucc. Így kell belerakni ezt a rudat. És akkor ez elvileg így párologtatja. Várj, elolvasom. Csomó színben van. Ahhoz, egyébként korrekt, minden egy szépen dobozban, ez egy tök jó cucca. Szerintem még egy videót ez meg fog érni, hogy ezeket megnézegessük. Mi ez a nagy zacskó? Ezt meg akarom nézni már. Mi a tök ez? Oh my god! Mi ez? Hol az a ruda? Valaki mondja meg, tippelje meg leirány. Vagy valaki tippelje meg komment szekcióba, ez mi? What the f... mi ez? Ez olyan, mint hogyha ilyen... Sejtem, hogy mi gyerekek, ez ilyen... Szerintem ilyen autós ülésre ilyen masszírozó cucc. Ez lesz az. English, na! Hát megőrülök, mi ez? Fekete színű az oké. Okay. Hány grammos az is van? Ilyen divat héten szoktak ilyeneket fölvenni, ilyen nők, ilyen kalapformájában, tudjátok. Meg a Oscar átadón vannak olyan dolgok, fölveszi a hűtőszekrényt. Na gyerekek, következő. Basz, én nagyon élem. Össze... 280 darab tetoválás. Wow. Ez is izé, bazán nem kevés, tényleg egy rohadt sok. Hát ez, mert ezt egy buliba tényleg így megkapja valaki, akkor így mindenkin. Ez fog lenni, az biztos, de őrült jó. Ez nagyon jó, az 10 rongyért, ez baromira megéri. És gondolom nem mindig ugyanaz van be, hanem mindig random dolgok. Ez mi? Mi ez? Oh, wow. Ez egy ilyen telefontok. Ez rohadt jó cucc, mi ez? Hol van az? Van hozzá még egy ilyen karabiner is-e. Remélem látható. Ja, hát ez egy ilyen nyakba akasztó, tudod? Nagyon frankó. Ez ilyen porba, meg meló helyre. Nem lehet telefon bevinni, az a baj. Ez mi ez a? Megint egy nagy dög. Mi a fasz? Meg rauzsaszín doboz. Kibontom. Hű, de jó. Dobozban van még egy doboz. Ha azt mondjátok, hogy ebben a dobozban lesz még egy doboz. Nem botítasz meg még egy doboz. Azt a betyár, mi lesz ebben a gyerekek? Ez meg ilyen... Ezt, nem, ezt tudod mire jó? Így veszel egy ilyen dobozzal, aztán így az egész család megvan az ajándék. Kicsi hugicál, egy kicsi piros doboz, egy rózsaszín doboz. Mit tudom én, a túlélő faternak egy olyan toll. Aj, de jó, nincs betebb doboz. De egyébként három, ilyen nagyon dizájnos. Nagyon dizájnos, most is doboz. Kék alsó. És rózsaszín felsővel. Na. Mi van mindig benne? Nem hiszed el, bazza, nem. Én megőrülök. Nézzük kisebb dobozt. Ha, ezért. Tudod mi ez? Nem tudom, milyen messze kell mutatnom. Ez ilyen... ilyen tablettartó, telefontartó. Ez ilyen egyszerű. Ilyen racsnis. Aha, és így. És akkor ide be tudod ültetni a telódat. Vágod. Tök fajn. Teljesen jó. Egyébként szerintem, hogyha itt mutatom itt a dobozon, akkor mindenképpen jobb. Látod így.
Tök jó. Arra azért nem jövök rá, hogy miért. Az valaki mondja, hogy na, az nem hiszed el, milyen jó. Azt a rohadt életbe! Hát milyen vagy? 10 darab led égő. 10 darab led égő. Hát, hogyha egy Marka Laci látja ezt, akkor ez az örülni fog neki. Az ilyen minden ilyen ég. Egyszerűen nagyon jó sztori volt, összevesztem vele egy ilyen 2 darab égőn, de úgy, hogy munkáján találtuk egy 2 darab égőt. Gyorsan elrakta az egyiket, hát ki volt dobva. Az a lényeg, hogy egy ilyen kirobott cuccok között volt, és egy ilyen fürdőszobai szekrényben volt, és kicsavarta, találtam egy lenégőt. Volt benne még egy, mondom, itt van a párja. Add oda. Mondom, nem adom. Add oda. Másnap hozd vissza, Léci, vagy pedig visszahozom én neked az egyiket. Nekem nagyon kell a kettő. Otthonról hazak, vissza kellett vinnem 1 darab lenégőt. Nagyon komoly volt, de egyébként a jó sztori, jó, vicces volt. Na, jó, annyira elmesélve nem tudom. Még mindig vannak dolgok. Baza, nem hiszed el, ez nagyon jó. Ez nagyon kell. Ez nagyon kell. És meg is mutatom, hogy miért. Tudod mi? USB-s LED lámpa. Nem most kapcsoltam be, nem tudom látni-e. Diablo 2-t játszom. Itt az ágyban mindig, tolom esténként. Rendes Diablo 2-t, azért egy ilyen régi laptopon, mert az a hangulat, és ez egy P4-es laptop. És tényleg az eredeti Diablo 2-t. Iszonyatosan jó játék. Ugye nagyon sokaknak lehet, hogy tetszik az új felújított verziója. Konkrétan ez ugyanaz, csak régebbi grafikával, de tök hangulatos, nagyon szeretem. És minden este tolom vele, és nagyon rossz, mert ugye ezeken a régi laptopokon nem nagyon volt billentyűzet, hogy világítson, és ez pont arra tök jó lesz. Ez egy ilyen USB-be bedugod, és ugye ez ilyen flexibilis, és odahajtod, ahova akarod, és van neked izéd. Van egy ilyen lámpád. Ez is nagyon brutál jó cuccok. De tényleg jó, most nem tudok erre mit mondani. Bármint, eddig nincs olyan cucc, amit így azt mondanám, hogy menj a francba, hogy nem kell. Ez nem tudom mi, de szerintem az ilyen ülésre így, ezt akkor így nagyon jól érzed magad, hogy mozdulod a hátad. De eddig az összes cucc marha jó. Jó, a tetoválások annyira nem. Letszalag. És az, ennek nagyon örülök, mert ezt mindig is akartam. Csak mindig, nem olyan nagyon veszélyesen drága, csak mindig úgy voltam vele, hogy nem jutottam el oda, hogy vegyek. De ez jó. Ez ilyen tök jó. Az a gyerekek, nagyon az. Nézzük. Nem hiszed, ez is, jaj, de jó. Ez is gyerekek. Ez is, ezek mind olyan cuccak, egyébként rájöttem, hogy mikor nem is gondoltál rá soha, hogy kellenek, akkor is, amikor meglátod, akkor így azt mondod, hogy mindig kellett egy ilyen, csak nem tudtam róla. És ezek ilyen, tényleg ezek a tipikus hiánypótló dolgok, hogy mit tudom, telefontartó, vagy pedig a ledszalag, az is tök jó, fölrakad valahol, az tök jól néz ki. Vagy a, nem tudom, a kutyára felrakható GPS. Nekem az például tök kell, a múltkor is lelépett, kihúzza a fejét a izéből, a sétáltatóból, mert ilyen hámja van, ilyen K9-es, de ilyen patintos, összepatentolható. Azt néha itt szétugrik, azt a fejét meg kihúzza, azt elfut világa. És azt se tudom, hogy hol van. Aztán keresgetem a faluba. Most ez, ott van az GPS-es cucc, aztán izé, meg tudom találni, hogy hol van a izé, hol van a kutya. Na ezt is például, figyelj. Hát soha büdös életben nem gondoltam rá, hogy nekem ilyen kell, egy ilyen szike készlet. Hát de mi ekkora király? Hát az, ilyen dolgokat, különböző fél dolgokat vágsz, és ilyen cserélhető fejekkel van, különböző hosszú szárakkal. Ez is, ez jó. Én amúgy a szerszámokat nagyon szeretem. Az milyen nehéz? Ez is jó, ez is jó, ez is nagyon jó. Ezt tudod mi? Na ezt tippeljétek meg, mi ez? Ez nem tudom, hogy nagyon nem akarom kiborítani. Ez, tudod mi? Ez egy olyan dolog, hogyha benne szakad egy csavar valahol, mondjuk egy henger, fejcsavar vagy bármi, bent szakad, akkor te csinálsz olyat, hogy fúrsz egy lyukat, és ezt belehajtod,
És ennek pont olyan menet, vagy olyan irányba megpróbálom jobban megmutatni, vagy a nagyobbikat mutatom, pillanat. Ennek így belekapatod, és ahogy így feszül bele, ugye, pont kifele csavarja a csavart. Ez úgy annyira bele tud feszülni, hogy ki tudod vele szedni a benn szakadt csavarjaidat. Ez is egy böszme jó cucc. És még meg is van zsírozva, hogy ne rozsdásodjon, vagy bármi. Ez is jó. Nagyon komoly dolgok ezek. Igaz. Én szerintem már csak nem, kettő, ne három, négy. Mi van? Jó, kulcstartó. Igaz. Egy ilyen cicás kulcstartó. Nem látható. Nem jól látható a cicás kulcstartó. Ez, várjál már. Sanyi! Hol vagy? Csak prezentálás képpen, hogy mennyire érdekli Sanyit a cicás kulcstartó, azért dobom oda, elveszem tőle, mert szét fogja rágni. Cicás kulcstartó! Jó, most Sanyi, ezt visszarakom oda, mert Sanyi itt körülöttem rohankál. Hol rúgja be? Ez egy fájlámpa. Egy aksis fájlámpa. Azt a betyár gyerekek. Ez egy olyan fájlámpa. Azt a... Figyelj! Ilyen fény, ilyen szórtabb. Meg van ilyen szúrófény. Azt a... És itt van hozzá a párt, van hozzá USB töltőkábel. Tik! Szerelni hallod? Nem mondod. Megőrülsz, komolyan mondom. És ezt le lehet pattintani. Erről. És ott van a töltő rész, egy ilyen gumi alatt. Úgyhogy szerintem lehet, hogy még vízálló is ez a cucc. Ez meg mi a... Mi a rák? Yes! Gyerekek, ezt tudjátok, hogy mi? Hát ilyenről hallottam már, de még életemben nem láttam. Ez? Ez? Ez a néni pipélnie kell, azt kivon a természetbe, és nem akar legugolni, oda rakja a csúnyájához, aztán ott a pisír vele. Vágott, érted? Ilyenre jó. Na, nézzük, mi van még. És még mindig vannak dolgok, ez a beszarok. Ez mi? Ez mi? Jaj, ezt tudom mi. Ez egy ilyen VR cucc. Ez egy ilyen VR szemüveg. Tök igényes doboz, figyeld. Ez egy ilyen, olyan, ez egy ilyen nagyon kezdetleges VR keret, amit így bele tudsz rakni, hogy a telefonodat belerakod. Hát az a baj, hogy ez egy bizonyos telefonhoz jó, amit szerintem nekem nem ilyen telefonom van, nem tudom, milyen telefon volt ez. Hát azt nem igen fogom tudni használni, de vágom, hogy mire jó. Tudjátok, van ez a cardboard jellegű VR szemüveg is, amit ugye esetleg még otthon is tudsz csinálni, meg ilyen nagyon olcsón megvenni. Na hát ez aznak a ugyanaz, csak éppen ez bizonyos telefonhoz, ami nekem valószínűleg nem jó. Na, és akkor talán utolsó doboz, és ez egy jó nagy. És ez full jelöletlen. Nincs, semmi nincs rajta. Megőrülök. Nem hiszed el, egy ilyen karácsonyfa. Várj, és ez itt le van fóliázva. Várj, húzzuk le már a fóliát. Úgy.
Ha megőrülök, rengeteg cucc, gyerekek, hallod? Ez, és ez elvileg elemes is tud lenni, de van hozzá egy kocka, meg ez is. De durva, hogy még töltőfejet is adnak hozzá. Ezt meg kell mutatnom közelről, ez nagyon beteg állat. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi az az Infinity Mirror. Az egy olyan trükkös, vizuális eszköz, aminek köszönhetően egy ilyen végtelen féregi állatot idéznek elő tükrökkel. És az az! Nem tudom, hogy látható-e, hogy mi is a dolog lényege, hogy ilyen sötétben sokkal durvább, ugye? És igen, és el is fogytunk. Hát el is fogytunk, gyerekek. Itt egy ilyen ablak párkányon veszem fel az egészet. Egy ilyen nagy halomcúz van. Iszonyatosan jó. Nem tudtam mindent megmutatni részletesen, gondoljátok, akkor majd lesz róla egy ilyen részletesen bemutató. Ó, sarod hat! Egyébként tényleg, hát nem a reklám helye, de őszintén kellene beszélnem erről a pakról, akkor azt mondom, hogy baromira jó. És főleg egy ilyen ajándéknak, hogyha veszel valakinek egy ilyet, és mondjuk együtt bontjátok ki, vagy pedig a családdal, vagy egy ilyen házi buliba, akkor meg főleg odaadod neki, szerintem a tök poén az egész, hogy így főleg, hogyha így bontja ki az illető, hogy így húz belőle mindig, és akkor így rácsodálkozni, meg próbálni kielemezni, hogy mik azok a tárgyak. El is búcsúznánk. Köszönöm szépen az ajcsit is, és tök jó dolgok vannak benne tényleg. Na akkor itt egy-két szóban arról, hogy mi a csatorna jövője. Valószínű, hogy lesznek videók, befejezem a Matiszt, kicsit dolgozok rajt, megpimpelem picit, meg legyen egy kicsit egyedi, de azzal lassan végezni fogok. Egyébként fog indulni nem sokára egy olyan játék, amivel szeretnék játszani. Mindenképpen a starttól ott szeretnék lenni. MMORPG, és arról valószínű, hogy lesz nagyon sok videó. Bocsánat érte, tudom, hogy nem annyira szeretik a csatornán ezt a stílust, inkább ugye a különböző szimulátor dolgokat, de én nagyon szeretem ezt a stílust. És igazából a nevem innen ered, ugye kipörötően, mivel egy tank karakter voltam egy MMORPG-be, és én nagyon szeretem, és szeretnék ezzel játszani. Mellette legalább valószínűleg lesz más is, mert akkor jobban odaszorulok már a gép mellé, mert igazából elég elhanyagoltam most így a játékot. Tényleg annyit csinálok, hogy Diablo 2-zök agyba főbe, retro laptopon, és egyébként nagyon élvezem, és kicsit így pihenősre vettem a dolgot. Na, köszönöm szépen a figyelmet, tök jó, tök ajánlom egyébként mindenkinek ezt a cuccot. Jók legyetek, csácsumi! Ezt mondja meg valaki, mi ez, léci.